Az első Kossuth-díjasok egyike volt 1948-ban Kis Lajos néprajzkutató, aki Hódmezővásárhelyről került Nyíregyházára. Itt évtizedekig vezette a mai Józsa András Múzeumot. Veje Boros Géza, országosan ismert festőművész, a református tanítóképző tanára volt a Szabolcsi megyeszékhelyen. Kettőjük hagyatéka a Józsa Múzeum gyűjteményébe került. A képzőművészeti alkotások, dokumentumok, könyvek eszmei értéke meghaladja a 10 millió forintot. 1666 darabos ez a gyűjtemény. Legnagyobb számban Boros Gézának a majdnem 900 grafikája az, ami ide került, de vannak benne akvarellek, vannak benne olajfestmények, nagyon értékesek a vázlatfüzetei, ugyanis az igazgató úrral, Kis Lajossal együtt járták a vidéket, Szabolcsot, Szatmárt, Bereget, néprajzi kutatás folytán, és ő mindig vele tartott, és erről a vidékről számtalan nagyon szép rajza elkészült. Úgyhogy most ez került hozzánk, így válik Kis Lajos hagyatéka teljessé, és hát rendelkeztünk már Boros Géza anyagából festményekkel, de hát most már így válik olyan anyaggá, hogy akár monografikus feldolgozása is lehet ennek az anyagnak. Józsa András után Kis Lajos lett a múzeum igazgatója. A néprajzkutatónak köszönhető, hogy a II. Világháború pusztításából sikerült megmenteni a gyűjtemény anyagait. A II. Világháború alatt feldúlták a Józsa András Múzeum anyagát, a Józsa András Múzeum termeit, akkoriban még a mostani megyeháza hátsó részében kapott helyet a gyűjtemény. Feltúrták, kifosztották, hát gyakorlatilag a porból, hamuból kellett neki az egészet újjáépíteni, ráadásul télvíz idején, fűtés nélkül, és mégis minden nap bejárt, sőt, biztos vagyok benne, hogy Boros Géza is segített ebben, sőt, egy ideig még Ősz Dénes festőművész is segített neki ebben. Tehát gyakorlatilag a nulláról indulva próbálták megmenteni a menthetőt. A kis Boros hagyaték a család egyik leszármazottjától került a Józsa András Múzeum birtokába. Az intézmény egyelőre zárva van, ezért a hagyatékból még nem látható kiállítás. A gyűjteményi munka azonban az épület felújítása alatt is folyamatosan zajlik.